Tehát az Electric Connection Zalaegerszegről itt a Zanzibárban, és ott már megint egy olyan zenekarral beszélgetek, akik 120 éve, na jó, 10 éve együtt vannak, és nem hallottam még az idáig rólatok. Rossz helyen, rossz időben, voltam. Stb. Nem biztos, hogy pont ez az indok. Inkább talán az, hogy igazából még azt azokat a nagy falakat döngetjük, amit általában egy vidéki zenekarban, igazából nem akarom erre kihegyezni ezt a véleményt, döngetik úgy általában. Illetve az, hogy mi úgy gondoljuk, hogy nem hajt minket a tatár, sem más nemzetiség, és nekünk van időnk arra, illetve volt eddig is időnk arra, hogy megalapozzuk azt. Ez azért is érdekes lehet, mert tulajdonképpen a zenekarnak csak szerzői kiadásban megjelent hanganyagai vannak, ami azt jelenti, hogy ha közeljövőben, hiszen tárgyalásokban vagyunk több kiadóval, valamelyikük esetleg felvállalja a produkciót, akkor első lemezes zenekar leszünk, közben azért a beszédtechnikámon is javítok, azért megpróbálom. És ez egy egészen kellemes kontraszt, hogy így 10 év bemelegítés után, úgy, meg ilyen erőléti edzések után talán úgy sikerül. Bár azért hozzáteszem, hogy elég sok helyen megfordult eddig is a zenekar, illetve több videóklippel rendelkezünk, ami különböző csatornákon fut mind a mai napig, illetve hát tervezünk mindenféle ilyesmit még a továbbiakban is, pont. Na és a hangszerekről, tehát most miért pont a te hangszeredbe szerettek bele? Hát valószínűleg azért, mert az a szám, amiben játszottam, annak a korabeli stílushoz a klarinét állt hozzá legközelebb. Tehát az volt az a hangszer, amelyik passzol hozzá, illetve amelyik megadja ennek annak a számnak a zamatát. Én akkor most megfejteném ezt a kvízjátékot, görfin feldolgozás volt. Na, így összeraktuk a mozaikot. Igen, okay. Igen. És tulajdonképpen csupán helyen. Na, de ez totál új ízt adott az egész zenének, hangszerelésnek, igen. Műfajnak, szóval stílusnak. Ez a baj, hogy ilyen röviden kell megfogalmazni mindent, hiszen az sajnos nem árultam el, hogy korábban már volt fúvósunk egy rövid ideig, de a klarinét először szerepel így a hangszerelésben. Tehát az mindenféleképpen ez egy újdonság, illetve egy új fűszer így a hangszerelés gyanánt. És hát tulajdonképpen ennyivel szerettem volna csak ezt így kiemelni, hogy a klarinétba szerettünk bele, de a szaxofonnak is nagyon megvan a helye. Az főleg a régi dalok miatt, hiszen abból az hiányzott eddig, amíg nem volt szaxofonosunk egy rövid ideig. De ez nem is annyira szokványos hangszer, klarinét egy ilyen zenekarban. Hát bizony, én sem nevezném szokványosan. Neked milyen volt belecsöppenni? Ebbe az együttesbe? Hát eleinte nagyon furcsa volt, mivel ez a... Szóval nem ismertem ezt a stílus. Sőt, talán most sem biztos, hogy tudnám definiálni, hogyha megkérdezné tőlem valaki, hogy milyen zenét is játszunk. De egyre inkább úgy érzem, hogy kezdem megtalálni ezt a közös nevezőt így az együttesen, mind a tagokkal, illetve mind a zenével egyre jobban. Utána hát, ennyire felszíre hoztad ezt a stílus kérdést. Igen. Én is sokat töprengtem, hogy ez most milyen. Néha olyan, mintha glam rock lenne, néha olyan, mintha tudom én, Rocky Horror Picture Show lenne. Hallottam fönt az egyik kollégánktól, hogy olyan Midnight Oil, de egy picit.
Ezek nagyon érdekes, ugyanis rengeteg zenekarhoz próbálnak hasonlítani minket, de ezek biztos, hogy belekerülnek abba a füzetbe, mert ezeket még nagyon nem hallottuk. Tehát ezért annyira jó, hogyha mondjuk egy adott zenekar, vagy egy adott hangulatot képviselő zenéhez mondjuk ki mit társít. Szóval igazából ettől kicsit óckodunk, tehát mi szeretnénk Electric Connection maradni még mindig, és még inkább. Viszont érdekes ez a dolog, és nagyon sokáig ugye főleg az újságírók töprengtek ezen, próbálták meg definiálni, és aztán teljesen különböző példákat hoztak föl, és akkor az volt a legjobb visszajelzés a számunkra, hogy ugye annyira távolálló stílusokat hoztak fel, hogy na akkor mégiscsak sikerült valami igazán újat, amit ilyen nagyon-nagyon távoli pontokkal lehet csak behatárolni. Na, és ezek mik voltak? Nem biztos, hogy annyira lexikálisan ez a fontos. Igazából én nincs hangod a papír, amire leírtuk, mert annyira sokfajta van, úgyhogy majd felvétel után ezeket majd kérjük hogy csatolt hozzá. Igazából én azt mondanám, hogy elektronikus alapon futó rock hangszerelésű zene. Ez most nagyon ilyen szokványos mondat volt talán, viszont valahol tényleg így van, tehát az elektronika mindig is nagyon-nagyon domináns, viszont mi nagyon-nagyon szeretjük, illetve hát nem is akarjuk nélkülözni az akusztikus hangszereket. És hogyha már kicsit jobban belemélyülünk ebbe a dologba, akkor talán abban különbözhetünk a mai elektronikus zenét játszó zenekaroktól, hogy mi talán szerkezetileg inkább dalokat írunk. Dalokat, azokat mindig angolul énekelted? Kezdetben volt az, hogy főleg magyarul, és aztán később angol lett, hiszen úgy éreztük, hogy nagyon sok ismerősünk például külföldre került, terveztünk külföldi környező országokbeli koncerteket, illetve hát belegondoltunk abba, hogy egyelőre világnyelvek között a magyar eléggé a hátsó sorokban kullog, tehát magyarán még az angolt még többen értik, és úgy gondoljuk, hogyha már csak egy ember van a koncerten, aki mondjuk nem magyar, és megérti, akkor már valami értelme volt. Na most, csak hogy megmagyarázzam, tulajdonképpen nem kizárni szerettük volna a magyar nyelvet, hiszen magunkénak valljuk, csak talán ilyen szinten nemzetközi szinten is érthetőbbé szeretnénk tenni, mert a zene úgy amúgy nemzetközi kommunikáció, mint ahogy tudjuk, hiszen az instrumentális zenék mondjuk azok önmagukért beszélnek, és igazából szavakat sem kell hozzátoldani, amiből nekem aztán nagyon sok van, mert most ez a mondat is eléggé hosszúra sikerült, de megpróbálom befejezni azért rövid idő alatt.
Szóval tulajdonképpen az angol nyelv, így maradt. Igen, igen. És hát azóta bebizonyosodott külföldi érdeklődés, illetve hát talán a jövőben fogunk majd külföldi helyszíneken is fellépni. Bebizonyosodott, hogy, hogy tehát ez minket igazolt valamilyen szinten. Of my life, and I'd sign a little angel that's free.